2018-ban hirdette meg a miniszterelnök a magyar falu programot, azzal a célnal, hogy az 5000 fő alatti települések népesség megtartó és növelő erejét erősítse. A program finanszírozása három lábon áll, a települési pályázatokon keresztül eddig 58 milliárd forintot osztottak szét, amelyik versenyét pedig Szabolcs Bereg nyerte, az országos összeg 10%-a 5,8 milliárd került ide. A tavaly júliusban elindult, de igazán csak ősszel felpörgött falusi csok szintén fontos eleme a programnak. December végéig több mint 5000 igényt fogadtak be a pénzintézettek, mintegy 30 milliárd forint értékben. Itt nem az önkormányzatok, hanem magánszemélyek a kedvezményezettek ennek keretében csökkenő lélekszámú kis településeken ott építkezni, vágyó családot alapítani, vágyó otthon teremteni, vágyó fiatalok vásárolhatnak használt ingatlanokat, azt felújíthatják, bővíthetik, korszerűsíthetik, illetve meglévő otthonok korszerűsítésére is támogatást nyerhetnek. És emellett pedig az állami mellékúthálózat fejlesztési program is elindult a évben. 50 milliárd forint értékben került sor több mint 400 kilométernyi úthálózat fejlesztésére legnagyobb úthozban megint csak szabolcs már beregmenye nyert, hiszen itt több mint 50 kilométeren sikerült beavatkozni. Péntek délután a környék polgármesterei gyűltek össze a Kemecsei Városházán, hogy egy kerekasztal beszélgetés keretében tapasztalatot cseréljenek, helyzetelemzést végezzenek, visszacsatolást adjanak a Magyar Falu programról, egyúttal változtatásokat javasoljanak a döntéshozóknak a kormány biztoson keresztül aki az idei pályázati lehetőségekkel is megismertette őket. Bár a rendezvénynek otthont adó település 5000 fő feletti lakossága miatt nem érintett, a polgármester összegezte a megyei számokat. szabolcs már bereg megye lakosságának 53 át érinti a program, összesen 306 ezer 000 főt érint a program, és ebben 211 település van, tehát csak 18-at nem érint Nyíregyháza, és ezen kívül 17 várost nem érint csak a program szabolcs már bereg megyében, tehát szabolcs már megy a többségét, igen. Lipők Sándor hozzátette országosan 2874 települést érint a program. Elsősorban községeket, kisebb részben pedig nagy községeket és városokat. A kormány biztos egyébként évelei jelentette be, hogy idén folytatódik és bővül a Magyar Falu program, amelyre 2020-ban legalább 150 milliárd forint jut.